Múlt pénteken már elkezdődtek a szedmagad akciók a város környéki földeken. Az idei termés mennyiségben és minőségben is jobb a tavainál, ugyanis nem volt olyan mértékű fagy, ami problémát okozott volna. Az eső sem bántotta az epret. Az eddigi rekordunk a szüret kezdetét illetően május 16 volt, ezt most megdöntöttük, nagyon korán kezdtünk, ilyen korán még soha, köszönhetően a májusi-áprilisi melegeknek. Viszont mivel nagyon kellemes 20-25 fokok vannak, ezért arra számítunk, hogy júni közepéig eltart a szezon, úgyhogy egy jó 4-5 hetes hosszú szezonra, érési szezonra számítunk. A régi Tücsök-Major területén közel 2 hektáron lehet epret szedni. Sokan érkeznek kosarakkal, vödrökkel, hogy aztán teleszedjék őket friss, édes szamócával. Már az első napokban is sokan voltak, az eső nem ijesztette el az embereket. Az eperültetvényeken beszerzett gyümölcs kilója idén 900 és 1500 forint között mozog. A szombathelyiek előszeretettel csatlakoznak a Szedmagad akcióhoz. Itt biztos, hogy friss, itt tudom, hogy honnan jött, és egyébként jobb az íze is. Az epret elsősorban fogyasztásra szedik, de lekvárt szörpöt is készítenek belőle. Közel 9 kilót szedtem, 40 perc alatt lekvár lesz. Közel 5 kilót szedtünk, ez az első menet. Mire használjuk fel? Itt a fő tevékenység, az látszik. Egyébként majd főzök be. De folyamatosan jövünk, majd itt lakunk nem messze. A Szedmagad akciók népszerűsége évről évre nő. Szombathely környékén több ültetvény is várja a friss földi eper kedvelőit.